Oké, okay, szóval ez a videó nem azért van, hogy rajtam nevessetek, vagy hogy én nevesek saját magamon, hanem azért, hogy nektek segítsen abban, hogyha esetleg most van az első vizsgai időszakotok, vagy esetleg egy nagyon-nagyon-nagyon fontos vizsgálat álltok, akkor mik azok a dolgok, amiket én bárcsak tudtam volna az első vizsgám előtt, akár mesterképzésen, akár alapképzésen. Úgyhogy az a célom, hogy nektek ezzel a videóval segítsek, és egy lépéssel előrébb vigyelek titeket, mint ahol én voltam. Sziasztok, Fék és Lányok! Üdv a csatornámon! Szóval az első dolog, amit én annó bárcsak tudtam volna az első vizsgai előtt, az az volt, hogy nem olyan nehéz, mint ami ennek látszik. Nyilván erre csak akkor jövök rá, amikor ott van előttem a vizsga, és látom, hogy egyébként tudom az összes kérdést. Viszont nagyon sokszor azt vettem észre, hogy mindig azt hittem, hogy így hát ez lehetetlen megtanulni, hát ez túl sok anyag, hát ez nekem nem fog megmaradni a fejembe. És amikor odaértem a vizsgához, akkor így rájöttem, hogy Egyébként tök logikus minden, és egyébként tökre összeállt a fejemben ez az egész kép, és egyébként nem olyan nehéz, mint amilyenek gondolnám, mert amikor csak tanulsz, 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 akkor úgy vagy vele, hogy hát ennyi mindent ez lehetetlenség megtanulni. Viszont amikor oda kerülsz, hogy ezt így le kell írnod, tehát bele kell raknod gyakorlatba, akkor rájössz arra, hogy igazából tökre látod az összefüggést pontok között, és tökre eszedbe jött a definíció attól függetlenül, hogy egyébként annó azt hitted, hogy ezt majd nagyon nehéz lesz megtanulni. Viszont erre csak akkor jön rá az ember, amikor már így ott ül a papír előtt, és ezért mondom azt, hogy ez egy olyan dolog, amit bárcsak tudtam volna az első vizsgám előtt, mert akkor nem izgultam volna ennyire rá. Akkor nem stresszeltem volna annyira attól, hogy egyébként eddig bármelyik vizsga, amit leraktam a suliban, nem volt olyan nehéz, mint amilyennek számítottam volna. A második dolog az az, hogy nem ezen múlik az életed. Tehát ez most lehet érettségi, ez most lehet vizsgaidőszak, ez most lehet vezetési vizsga, tök mindegy, hogy mi, nem ezen múlik az életed. És bármennyire is nehéz ezt elfogadni, mert úgy vagy vele, hogy hát de ha most nem veszek fel egyetemre, akkor soha, hát de most, hogyha ezen a vizsgán nem megyek át, akkor soha, nem fog tudni megtanulni vezetni, akkor soha, és egyébként ez nem igaz. Szóval realizálni kell azt, hogy egyébként egyáltalán nem ezen múlik az életed, és hogyha most nem sikerül, akkor másodjára, harmadjára, negyedjére fog sikerülni, és hogyha akkor sem sikerül, akkor egyszerűen nem ez a te utat. És ez teljesen oké. Okay. Bármikor újra próbálhatod, akár évek múlva, bármikor elkezdhetsz valami más, hogyha mondjuk nem sikerül az egyetem, és háromszor megbuksz, és azt mondják, hogy oké, okay, innentől kezdve vége, akkor rámehetsz egy másik egyetemre, akkor elmehetsz dolgozni, annyi lehetőségünk van, csak sose látjuk, mert mindig arra gondolunk, hogy vagy ez a vizsga, vagy semmi. Vagy ezen múlik, vagy semmi. És ez nem igaz. A harmadik dolog, amit egyébként így most jöttem rá a mesterképzés alatt, tehát előtte nagyon így föl se tűnt, az az, hogy amikor leülsz a papír, kompjúter, mit tudom én, mi már a vizsgát elé, akkor az adrenalin fog dolgozni. Tehát például volt egy kérdés előző héten a vizsgában, amit nem tudtam. Tehát így elsőre elolvastam, és így néztem, hogy úristen, mi van? Tehát nem ismertem a fogalmat, nem ismertem a definíciókat benne, viszont annyira izgultam, és annyira bennem volt ez az adrenalin, ez az én meg akarom csinálni, ez, ez én akarom, hogy addig tekertem az agyamban ezeket a kis dolgokat, amíg Valamilyen választ nem szültem ki. És itt most nem az a lényeg, hogy mit szülsz ki, és mit nem szülsz ki, hanem az a lényeg, hogy azt hiszik az emberek, hogy hát ha valamit nem tudok a vizsgán, akkor nem tudom. Tehát ha valamit nem tudsz, az nulla pont. Viszont, ha valamit kiszülsz ezekkel a kis forgácsokkal a fejedben, akkor az már nem nulla pont. Lehet, hogy nem fogom megkapni rá a 20-ból 20 pontot, mert nyilván, amikor először elolvastam a kérdést, azt sem tudtam, hogy mi van, viszont nem hagytam, hogy ez a nem ismerem, nem tudom, dolog, ez így átvegye az uralmat, és valamit odaírtam. Tehát a 20 pontból azt mondom, tizet jó, ha kapok. Ezt most lekopogom. De azt mondom, hogy tizet jó, ha kapok. Tehát már több vagyok, mint a nulla, és ez szimplán az adrenalinnak köszönhető, mert az adrenalin ugyanaz, amikor túl él, amikor túl kell élned valamit. Remélem, hogy senkinek nem volt még ilyen szituációja, de... Hogyha például lányként sétálsz az utcán, és valaki elkezd téged kergetni, akkor benned van az adrenalin, hogy te túl akarod ezt a szituációt élni. Vagy hogyha fiú vagy, és focizol, vagy bármilyen más sportot csinálsz, és egyszerűen úgy érzed, hogy muszáj vagy nyerni. Az adrenalin olyan nagy löketet fog neked adni, hogy bedobod azt a kosarat, berugod azt a labdát, nem tudom, sakmatot adsz, érted? Mert az adrenalin sokkal többet tud csinálni, mint a félelem. A negyedik dolog az az, hogy puszta logika sok mindent meg tud oldani. Tehát, amikor például nem tudtam ezt a kérdést, akkor így próbáltam összeszedni azokat a dolgokat, amiket tudtam, és az alapján összerakni a választ. És itt ugye nyilván nem a tudásomat használtam, mivel elolvastam a kérdést és nem értettem, viszont szimplán a logikámat használtam, hogy, oké, okay, ez és ez és ez ezzel összeköthető. Tehát, ha nem is tudod a választ, vagy nem is tudsz valamit, a logika mindig ott lesz, és a logika az azon alapul, amit te megtanultál. Nem lesz 20 per 20-as válaszod, oké, okay, ettől függetlenül egy 10 pontot össze tudsz szedni, vagy egy 5-öt, és azzal már előrébb vagy, mint a nulla ponttal, igaz? És az utolsó dolog az az, hogy ha rászlesz, akkor rosszabb lesz. Tehát ez volt a második vizsgánk, és az elsőnél ott nem stresszeltem annyira. Tehát ez az egészséges stressz, ez bennem volt, viszont úgy voltam vele, hogy Oké, okay, megyek, megírom, tanultam a lehető legjobban, és lesz valami. És az első vizsgám nagyon jól sikerült, már meg is kaptuk az eredményeket. A másodiknál viszont nagyon-nagyon stresszeltem, mert ez egy nehezebb tárgy volt, itt ö, nagy több elvárás volt, ö, kevesebb időnk volt rá tanulni, Szóval automatikusan jobban stresszeltem. És úgy érzem, hogy nem sikerült jó. Mégpedig azért, mert előtte annyira stresszeltem, hogy az agyam bement egy ilyen blokkolási rendszerbe. És mielőtt beültem volna a vizsgára, úgy éreztem, hogy semmit nem tudok. Viszont amikor elkezdtem a vizsgát, akkor is azon aggódtam, hogy oké, okay, elolvastam egy-két kérdést, és nem értem. És ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy nagy levegő, meg fogjuk tudni csinálni, ahelyett belementem ebbe a oké, okay, négy kérdésből kettőt nem tudok, akkor az már így automatikusan csak a fele lehet jó. Holott utána rájöttem, hogy aha, egyébként logikával ezt így ki tudom rakni, meg egyébként a kettő kérdésből több is volt, amit értettem. Tehát, hogy a, hogy a két, hogy a két kérdés, amire először azt hogy nem értem, azokat igazából így értettem, csak máshogy volt megfogalmazva, máshogy volt megfogalmazva, tehát egyébként tök feleslegesen izgultam, és egyébként legközelebb, ha megyek vizsgázni, akkor nem akarok izgulni, csak azzal az egészséges dologgal, amivel egyébként mindenki izgul. Mert az egészséges stressz az oké, hogy ott van. Ez azt mutatja, hogy téged ez a dolog érdekel, hogy te a dolgot meg akarod csinálni, hogy ez, a, dolog neked fontos. De amikor annyira stresszelsz, hogy nem alszol, nem eszel, nem csinál semmit, felejtsük el. Tehát ezt így kivágjuk. Oké. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy aki következő szemeszterbe, vagy következő héten, vagy bármikor megy vizsgázni, ő már ezeket a fejébe így helyre rakja, és belerakja, és nem fog izgulni. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el lájkolni, és feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradjatok le több ilyen videóról. Remélem, hogy nagyon szép hetetek van, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!